szekszárdi szüreti napoknak két ikonikus programja van, az egyik a szüreti felvonulás, ami idén az esős idő miatt elmaradt. A másik pedig a környék tánccsoportjainak bemutatkozása és a szüret táncos párjának kiválasztása. Erre most a Babits Mihály Kulturális Központban került sor. Az időjárás legnagyobb bánatunkra nem volt hozzánk kegyes ebben az évben, de hát ezen túl kell lendülni, úgy gondolom mindenkinek. Ami mindenféleképpen pozitív ebben a hétvégében, hogy tényleg látható az emberek arcán, hogy esőben, hidegben is legnagyobb örömmel jönnek ki a programokra. Természetesen az időjárás a szervezők számára sem egy egyszerű feladat, éppen ezért folyamatosan tervezzük át a programokat, azokat a helyszíneket, amelyeket igénybe tudunk venni, értelemszerűen a felett helyszíneket, megpróbáljuk oda behozni a koncerteket, fellépéseket, fellépőket, közreműködőket, és legnagyobb örömünkre a közönség is gyorsan reagál, így azok a műsorok, amelyek megvalósulhatnak, azok a programok, azok nagyon szép nézőszámnak örvendenek. Én köszönöm valamennyi közreműködőnek, valamennyi olyan partnerünknek a gyors reagálás például, amely a mai szüreti felvonulás elmaradása miatt előfordult. Nagyon hamar tudtunk értesíteni mi is mindenkit, és abszolút egyetértően reagált minden csoport. A szervezők azonban nem hagyják, hogy a 2022-es szüreti felvonulás csak úgy elsikkadjon. Olyan sok munka, olyan sok előkészület volt itt a résztvevők részéről, a szereplők részéről, iskolák, intézmények, néptánccsoportok részéről a felvonulásban, hogy mi szeretnénk később egy másik időpontban bepótolni. Ez egy kicsit rendhagyó történet, ilyen még nem volt a szüreti napok kapcsán, hogy egy felvonulás nem a szüreti napok alatt valósult meg, de azt hiszem van erre máshol is példa az országban, úgyhogy amennyiben majd ezzel a partnereink egyetértenek, úgy mindenféleképpen keresnénk erre egy alkalmas időpontot. A Tolna megyei táncegyüttesek találkozójára még így is nagyon sokan kíváncsiak voltak. Mi, megmondom őszintén, hogy számoltunk azzal, hogy van nekünk egy Babits agóránk, amiben, hogyha nem tudjuk a telepen megcsinálni, akkor bejövünk, és hát így is lett sajnos, de örülünk nagyon, mert a 600-500 fős nézőtér majdnem tele van, tehát az embereket ez érdekli, és hát ez a hét pár, a hét együttesnek a párja, ez csodálatosan táncolnak, remekül fel vannak költözve, és gyönyörű fiatalok. És hát azt gondolom, hogy az öttagú társadalmi zsűri választja majd ki a számukra legszebbet, legszimpatikusabbat. Tehát ez a választás, ez természetesen abszolút szubjektív lesz minden zsűritagnál, hát hiszen mindenkinek más tetszik. Szép az, ami tetszik, szokták mondani. És hogy mi alapján választja ki a zsűri a szüret táncos párját? Megnézi a viseletet, megnézi annak a viselését, hogy hogy hordja a viseletet, megnézi azt a táncot, amit táncol, mert természetesen a viseletbe táncolnak is egy percet, és hát a legnagyobb kisugárzás mégis az arcon keresztül jelenik meg, megnézi az arcokat is, hogy milyen arca van a fiataloknak, hála Istennek mindenki szép és egészséges. Korábban, ha jól emlékeztek rá, akkor csak lányok voltak, Szüret szépe címmel, aztán úgy gondoltuk, hogy miért hagyjuk ki ebből a férfiakat is, hiszen táncos pár nincs férfi nélkül, és aztán így lett a Szüret párja, és minden egyes évben újrafotozzák őket, ha megválasztotta a zsűri, újrafotozzák őket, és a következő évben ők kerülnek a plakátokra és a szóróanyagokra. Tehát ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hiszen ez egy óriási rendezvény, és sokfelé viszik hírét. A Szüret táncos párja 2022-ben Szabó Zsófia és Görzsöny Bálint lettek, akik a Bartina Néptánc Egyesület ifjúsági együttesének színeiben neveztek be. Nagy örömömre itt azért van több olyan együttes, aki újra élet, és rengeteg fiatal van az együttesek tagjai között. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyszerű dolog, hiszen ezek a fiatalok a falvakban, itt a városban is beleszületnek ezekbe a hagyományokba, és én azt gondolom és gondoltam egész életemben, hogy a múltunk határozza meg a jövőnket, és az az örökség, amit az őseink ránk hagytak, abból kell építkezni, és abból kell a jövőt építeni. És ezek a fiatalok nem csak
a táncot tanulják meg, hanem azt a viselkedési formát, azt a hagyományos módot, ahol nem teljesen új közegbe természetesen, de mégiscsak meghatározó valahol az, hogy mit kapnak örökül.